bíz bennem. Gyakran hangzik el ez a mondat az interneten születő kapcsolatoknál. Az ártatlannak induló online chat azonban sokszor válik követelőzéssé, fenyegetőzéssé vagy zaklatássá. Utóbbi alatt a más életvitelébe félelemkeltési céllal való mindennapos beavatkozást értjük, amit a törvény idehaza több mint 10 éve büntet. A jól ismert telefonhívások, SMS-ek özöne mellett ide tartozik az életveszélyes fenyegetés is. A zaklatás pedig az interneten sem ismer határokat. Például túl sokszor írnak rá a közösségi oldalon valakire, de az a tapasztalat, hogy a fiatalok, akik leginkább használják ezeket az internetes oldalakat, közösségi oldalakat, nem feltétlenül tekintik a túl sok úgynevezett ráírást zaklatásnak, tehát ők ezzel nem foglalkoznak, nem jellemző, hogy feljelentést tennének emiatt. Az internet kapcsán viszont mindenképpen beszélni kell a gyermekpornográfiáról, ami valahol közel áll a zaklatáshoz, talán mondhatjuk azt is, hogy abból nőtt ki, súlyos következményei lehetnek. Havi szinten 2-3 büntető eljárás indul emiatt megyénkben, fiatalkorúakat sok esetben 14 év alattiakat érintve. A fiatalok egyre gyakrabban ismerkednek az interneten, sokszor nem is találkoznak egymással személyesen, csak üzeneteket, képeket küldözgetnek egymásnak. Ez a fajta kapcsolattartás azonban többször jut el odáig, hogy a sok esetben idősebb fiú mesztelen pornográf tartalmú képet kér a lánytól, aki ezt sokszor elkészíti és küldi neki. Az ilyen kapcsolatok azonban általában rövid életűek, a szakítás után pedig a fiú gyakran visszaél a nála lévő fotóval, videóval, lejáratva nevetségessé téve a lányt. Előbbieknek súlyos büntetéssel kell számolniuk, de az egyszerű zaklatások elkövetőinek is már ha kiderül az ügy. Az áldozatok ugyanis inkább hallgatnak, szégyellik az esetet. Az általú megkérdezett szakember szerint azonban fontos, hogy az érintettek merjenek erről beszélni családjuk, ismerőseik előtt. A jó kapcsolat, a bizalom az megalapozza, az lehetővé teszi azt, hogy ilyen problémákról beszéljenek, hogyha ezt meg tudják osztani. Ráadásul először lehet, hogy párban ugye egy bizalmi személlyel, legyen az tanár, pszichológus vagy szülő, utána legelső általában ugye a baráti kör. De utána nyithatnak a felnőtt felé, és hogyha ők jól kezelik ezt a helyzetet, akkor csoportszinten is lehet róla beszélgetni, játszani, dolgozni rajta, nyíltán lehet tenni, és egyértelművé lehet tenni, hogy mi a heccelés, a vicc, és mi az, ami már ezen túlmegy, és tényleg bántalmazás. Az iskolapszichológus hozzátette, a szeretetteljes otthoni és iskolai légkör mellett fontos a kommunikáció és az érzelmi intelligencia szerepe. Nem is feltétlenül a kezelés, sokkal inkább a megelőzés terén. Utóbbi a nyíregyházi Zrínyi gimnáziumban például személyiségfejlesztő önismereti órák segítik, amelyek során fejlesztik a diákok érzelmi intelligenciáját, és tudatosítják bennük ezt a létező problémát. Olyannyira létező problémáról beszélünk, hogy a UNICEF friss felmérése szerint a magyar lányok felét, de még a fiúk negyedét is zaklatták már az interneten. A megkérdezettek 60%-a nyilatkozott úgy, hogy csúfolták már az online térben. A kék vonal 116-111-es ingyenesen hívható telefonszámán az áldozatok és azok családtagjai segítséget kaphatnak.